Sziasztok srácok, ismét Nakos jelentkezik, meg ugye a kis cimbora. Úgyhogy haladunk tovább a szerelgetéssel, és a következő kicsomagolás az a Rampage 4 Genie alaplap lesz. Úgyhogy mindjárt el is kezdjük megnézni, mi van a lapon. Elsődlegesen a dobozán. Nézzük meg a dobozt. Ugye hát a doboz első fele, hogy ez nem egy extra új lap, tehát semmi ilyen szempontból nagy újdonság nincsen. Ez tavaly jelent meg, de lehet, hogy már tavaly előtt, nem is emlékszem rá, itt pörögnek az éve. Ugye 2011, 1-es foglalat, X79-es chipset, és tulajdonképpen ugye ő kezeli az X79-es processzorokat. Nézzük meg, hogy mit látunk, ugye ismét egyből a kis fedlap felhajtása után. Ugye egyből azzal kezdi, hogy ugye ez egy Republic of Gamers termék, és Sound Blaster XFI, szerintem valamilyen formában szoftveresen, de mit ír? Azt mondja, hogy a Supreme FX hangkártya ugye integrálva van eleve, és ugye az az Asusnak a vérvonala, ez a Supreme FX 2, majd most már ez a 3, és egyébként elég jól szól, tehát persze vannak drága a hangkártyák, amit lehet venni, jobbak, de egyébként teszteket olvasunk, sokan meg vannak vele elégedve, nekem is volt már korábban ilyen lapom, amelyik nem ez a lap, másik lap, amelyiken a Supreme FX 3-as volt, és én nekem semmi bajom nem volt a hanggal. Úgyhogy, de hát ez ugye mindenki más, és ja. Hát igen, ugye dicséri magát, meg ugye ez az XFI kombinációt, mert ezt megnézem pontosan, hogy is van, de hát valószínűleg ez valami emulált dolog lesz, illetve szoftveres megoldás lesz. Aztán mi van itt még? Így van. Optimális teljesítmény, prémium komponensek. Igen, tökéletes, legfinomabb japán tranzisztorok, stb. És ugye 105 fokos teljesítmény mellett is tökéletesen üzemelnek. 5 times longer lifespan than solid capacitors, tehát igazából ez a hagyományos tranzisztorokhoz képest 5-ször tovább élnek, az élettartamuk annyival hosszabb, és ez a 105 fokos működés melletti tesztek alapján azt mondja, hogy jó, igen, internet, gyorsítás, ugye ezeket már megszoktuk, ugye akkor sokat lehet játszadozni, ahogy egy ilyen lapnál ugye mindenképpen elvárt és megszokott, ugye beállításokat a RAM tekintetében, real time lehet nézni és tuningolni a RAM-okat, aztán monitorolhatjuk a különböző státuszt a magát a számítógép kapcsán. Így van. Külső egységekről, tehát egy notebookból például lehet ezt a gépet, ezt az alaplapot figyelni. Na jó. Kapunk egy pár dolgot, például kapunk egy Demon Tools-t, ugye ez pont jól is fog jönni. Aztán kapunk egy antivírus, és kapunk egy CPU-zét. Jó, mi van itt még? Nézzük meg a hátoldalt, ugye az még izgalmasnak tűnik. De jó nehéz doboz, tehát az képest Micro ATX-es, jó nehéz. És mi van itt még? Azt mondja, itt is dicséri ugye magát a hangot, láthatóan le van shieldelve. Aztán ugye itt írja a nagyon stabil tranzisztor rendszert, aztán a szoftverekről, és ugye amit nagyon fontos, az előző lapon nem említette meg, az a
És ugye ez a nagy különbség az X79 és a másik a Z77, ugye hát a 1155-ös mostani foglalatú Ivy Bridge rendszer, meg ez a Sandy Bridge Extreme rendszer között, hogy ezen szinte minden lapon eleve úgy indul, hogy az SLI az tudja a 16x16-szoros kommunikációt, míg az E77-es chipset, ugye az Ivy Bridge, az nem tudja. Tehát ott egyből eselizni akarunk, ott egyből 8x8-ra esik vissza az átviteli kommunikációs sebesség. Na de menjünk sorba. Tehát itt írja a CPU-t, ugye semmi extra, X79, 32 giga RAM, ami ugye erre a lapra ráfér, mert csak 4 foglalat van rajta. Láthatóan itt írja, hogy 3 darab PCI Express, 16-os slottal, ami SLI-ben 16x16-ban működik, és van egy harmadik, ami csak 8-szoros túl, tehát hogyha netalántán úgy raknánk, de nem fogjuk, akkor 8-szoros szűk keresztmetszetünk lesz, úgyhogy már meg kell nézni, hogy kell pontosan lakni, de ez valószínűleg a szélső, meg a onnan nézve, felülről nézve a harmadik az, amiben pakolnunk kell. Jó. Oké. Ja, 4 darab satánk lesz, amiből 4 darab 6-os sata, 3 darab sata, 3 gigás. Jó. Megnézzük, 1 darab e-sata. Backpanelen, hát azt majd leginkább megnézzük. Ugye itt van 1 darab LAN, 2 darab USB 3, és ja, többnyire ez, ugye mikro ATX-es forma, és igen, hát a hangról azt mondja, hogy Supreme FX technológia. Jó, tehát kezdjük akkor a bontást, más nincs. Úgyhogy bontjuk a lapot. Egy pillanat. No, tehát próbálom óvatosan kibontani. Kicsit nehezen tudja meg magát. Így van. De azért összejött a dolog. Na, mi van itt? Azt mondja, hogy fölülről, ha ránézünk, egy ilyet látunk, úgyhogy neki kell állni a bontásnak, nincs mese. Hogy szépen tető le, ez le, ki lehet rakni, ne zavarjon az asszony. Ja. Aztán maga az alaplap, az innen fog kijönni, egy kis dobozkába van itt berejtve. Kis dobozka a dobozkába, ugye ez a szép ebbe, vagy egy ekkor alap, nem is kell nagyobb. Látjátok. És minek ide ilyen óriási, hatalmas méretekkel rendelkező alaplap? Láttátok meg a laptopom is, az Alienware M18 XR2, hogy viszi a játékokat Full HD-be. Tehát teljesen fölösleges most a hiper nagy méretű lapokat, amiben aztán nem teszünk semmit. Kevés embert látok 4 videókártyával rohangálni. Úgyhogy tulajdonképpen a lap maga az így néz ki. Nézzük meg össze a kiegészítőket. Ugye van egy SATA kábel, van egy még egy SATA kábel, aztán itt is van egy SATA kábel. Ez ugye az Asusnak ez a kis okos megoldása, amivel könnyebb ugye a háznak a csatlakozóit rá csatlakoztatni magára az alaplapra. Aztán a Black Plate, vagy minek hívják ez, az IO Shield, ezt tudsz, ami a hátlap. Aztán kapunk egy kis USB kábelt, aztán megvan az SLI kábelünk, van a matrica, amit is nem ragasztunk sehova ma, ez biztos, és hát ugye a szokásos driver lemez, kábel megkülönböztető, user manuál, ugye ezzel az USB kábellel lehet ugye egy laptoppal összekötni. Aztán egy kis leírás. Igen. A leírásból mindjárt meg is nézzük, hogy hova kell rakni a... Gyorsan megkeressük. De hát egyértelmű lesz, hogy hol van a 16x16-szoros SLI.
Általában van egy térkép egyből az elején, ha megtalálom. Így van, meg is van. Na, hát ugye itt látjuk, ugye a felső a 16-os, második az a rövid, és a harmadik az megint 16-os. Tehát ebbe a kettőbe kell rakni, és szépen a 16x16-os eseli összekötés működni fog. Na, hát nézzük meg magát a lapot, vegyük ki a kis dobozkából. Ha ki tudom, pillanat. Valahogy okosan, ügyesen. Így van. Nagyon szép kis formás kis lapocska. Nézzétek meg. Nézzétek meg a csatlakozókat. Jó, tehát láthatóan hátul ugye itt vannak a csatlakozói. Ugye a hang, a két USB 3-as, ugye van egy csomó USB 2-esünk, ugye a reset, újraindítás, optikai kimenet, itt is USB, itt meg ugye a hagyományos billentyűzet típus, meg az egér csatlakozó. Lapot alulról megnézzük. Van egy nagyon szép hűtés, láthatóan, ami egy hűtőborda. És hát ami egyébként nekem tetszik ebbe az X79-esbe, és visszatérek mindig, hogy egy olyan tekintélyes mérete van a procinak. Tehát nem az van, hogy egy olyan kis körömnyi processzorról beszélünk, hanem egy szép nagy prociról, ami mellett ott van ugye a két darab memória, itt és itt, ugye hát quad channel, és láthatóan ugye itt van ugye a Supreme FX 3 chip, aztán ugye itt van a ez az egyik 16-szoros fölül, ugye ez a rövid, ez a másik 16-szoros, ez meg a 8-szoros. Úgyhogy jó pofa, itt van egy ilyen újraindító gomb, a reset, itt van a start, a beindító gomb, aztán van egy-két vagy a foglalat a hűtéshez, ventilátor. Ugye vannak ilyen fóliák, majd ezeket lehúzzuk, lehúzkáljuk, ha nem felejtem el, nem kéne. Na, jön is. Nézzük meg, a videókártyán is volt, úgyhogy majd azt is leszedjük. Nézzétek, milyen szépen csillog-villog. Úgyhogy, ezen is van. Ezek a fóliák, ezek annyira rá vannak rakva, hogy észre se vesszük, csak kicsit később, hogy ezen bizony van egy fólia. Na jó, ez nem akarjon könnyen megadni magát, úgyhogy a jobb kézzel talán ügyesebb vagyok. Itt körömmel alá megyünk. Megoldjuk ezt is, mint sok minden mást. Na jó, ez bonyolult. Nem, megvan. Nem, nincs meg. Kéne kapni, de nem tudom elkapni. Na. Megvan, igen, ez ilyen érdekesen van ráfóliázva. Jó erős ráadásul, és könnyen elszakad. Ezt az érdemes leszedni róla, mert ugye ez amelyik a hűtőfelület. Most ha rajta van ez a nylon, azért annyira nem szerencsés az. Nem véletlenül csinálják fémből. Gyönyörű. Itt az Asus feliratra is raktak egy ilyet. De ez lehet, hogy direkt van rajta hagyva. Most ezzel nem bohóckodunk. Jó, nézzük tovább. Tehát láthatóan itt van a 6 darab SATA csatlakozó, és itt van a 7. Nem mint, hogyha nekem annyi kéne. Egyébként lesz egy DVD, lesz egy Blu-ray író, meg lesz egy SSD. Pont, viszlát. Az USB 3 csatlakozó az itt van. Nagyon jó, könnyen elérhető helyem. Aztán itt van a digitális státusz kijelölés. Ugye ez majd mutatja, hogy éppen a bútolási folyamat hol tart. És ugye itt van maga a proci foglalat. Közösen majd ráinstaláljuk a procit, meg ráinstaláljuk magát a H80-i hűtőt. Úgyhogy hát így nagyjából ennyi. Láthatóan nagyon komoly a hűtés. Ez is egy jó vastag, nézzétek meg, van vagy két újnyi legalább.
Ez nem olyan vastag, de ez is elég jó magas. Úgyhogy, hát ugye a X79-et, ha meghúzzuk, akkor azért van már, van ott melegedés rendesen, úgyhogy ügyesen kell ezt majd megoldani. De hát azért fogjuk mindjárt megnézni magát a házat, amelyik Micro ATX-esként nagyon-nagyon jól hűti a lapokat, meg a belső egységeket, tehát a videókártyát is. Ezért merek két darab titán kártyát berakni. Úgyhogy most így körbeforgattam, láttátok a magát a lapot. Nagyon szép kis lap. Hogy így előzetesen nézzünk meg, egy titánt belerakunk. Megnézzük, hogy fog kinézni. Tillana. Mindjárt előbányászok egyet. Jó, titán kártya ugye itt van. Itt az alaplap. Nézzük meg, hogy milyen a titán. Hogy néz ki az alaplapba. Jó, most bocsánat, de fordítva vagyok, úgyhogy ezzel egy kicsit játszani kell most. Ne legyen gond vele. Ez az. És benne is van. Na, tehát ilyen a titán, kicsit lelóg a lapról, de annyira nem lóg le. Úgyhogy szépen ezt ide berakjuk. Mellé megy a másik. Quad eselibe, bocsánat, eselibe, ugye nem quad eselibe, de a másik kártyát betesszük mellé. Hát nem lesz túl sok levegő, de majd meglátjuk, mennyire melegszik. A titánok annyira nem melegszenek a hírek alapján, úgyhogy meglátjuk, hogy a két kártya egymás mellett hogy fogja magát érezni. Innen fogják kapni a friss levegőt hátulról. Elég 18-as venti lesz abban a házba. Úgyhogy elvileg nem lesz gond a hő leadással, illetve a friss hő, vagy a friss levegő bejuttatással. És látjátok, hogy itt vannak ilyen kis szigetek. Láthatóan ez pont arra van, hogyha mellé rakjuk a másik kártyát, legyen az a pár milliméteres hézag, hogy a ventihez bejusson a friss levegő, meg ugye innen is be tud jutni, ha látjátok hátulról. Úgyhogy egy jó megtervezett kártya, szép kártya, úgyhogy meg az alaplap is. Szépen összepakolásszuk, azt meglátjuk, hogy hogy fér el az egész abba a kis házikóba. És köszi a figyelmet előzetesen és utólagosan is. Folytatjuk tovább, jön a második, hogy jön a következő rész, amikor nem is tudom, mit fogunk most kibontani, de valamit kibontunk. Hamarosan jelentkezek, kis cimbora is úgy látom, hogy picit most belassult.